Jó estét kívánok! Tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott P. László Bándi Kata gyilkosa első fokon. A bíróság szerint a társadalmi elvárás és a jogi megítélés találkozott az ítéletben. Antal Gábor bíró azt hangsúlyozta, hogy a már korábban 11 alkalommal elítélt férfi esetében nincs remény, hogy a társadalom hasznos tagja lehetne a férfi esetleges szabadulása után. Ezért döntött a tényleges életfogytiglani ítélet mellett. Ítélet hirdetésre hozzák P. Lászlót a pécsi törvényszékre. Bándi Kata gyilkosa rezzenéstelen arccal hallgatta végig a bíróság döntését. Életfogytig tartó fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A kiszabott szabadságvesztésből a vádlott feltételes szabadsága nem bocsátható. Nem ismerte a lányt és egyedül követte el tettét a bíróság szerint. Ezt támasztja alá az áldozat körme alól vett bőrminta DNS vizsgálata. A lány táskáján is csak P. Lászlótól származó spermát találtak. A bíróság szerint a férfi egy elhagyott parkba kényszerítette a lányt, hogy szexuális viszonyt létesítsen vele. Kata ellenállt, ezért táskájának szíját a lány nyakára tekerte és megfeszítette. A vádlott eközben lehúzta a nadrágját és a sértett szoknyája alá nyúlva annak fehér neműjét, majd a háton fekve vergődő sértetre szemből ráfeküdt. A dolakodás közben kézzel is folytogatta a lányt, illetve többször megharapta. Végül a folytogatás hatására megfulladt Bándi Kata. Ezután az áldozat táskájából kivette az értéktárgyait, majd az élettelen testet egy közeli szakadékba lőtte. P. Lászlót eddig 11-szer ítélték el. A bíróság szerint hatástalanok voltak a határozott idejű büntetések, ezért döntöttek a tényleges életfogytiglani mellett. Nem adhatunk újabb és újabb esélyt a társadalom normáit életvitelszerűen lábbal tipró, aljas ösztönének kielégítésére az emberi életet is semmibe vevő bűnözőnek. Péntek László eddig volt, és nincs tovább. Péntek László édesanyjának azt mondta korábban, hogy életfogytig tartó büntetésre számít. Mondta, hogy hát az én majd valamiféleképpen meg fogja fellebbezni. A férfi ügyvédje sem fogadta el az ítéletet, enyhítésért fellebbezett.